Sok jó ember kis helyen is elfér, ez a mondás igaz a paksi ökölvívókra, hisz igen kicsi edzőterembe zsúfolódnak össze, de ez sem akadályozza őket abban, hogy eredményesek legyenek. A pandémia miatt egy éve nem rendeztek már versenyt az országban, azonban az idei első országos megmérettetésről Egerből 3 érmet is szállítottak az atomosok. Az utánpótlás magyar kupán, mely egyben országos diákolimpia is, 68 egyesület, 240 versenyzője vett részt. A 2021-es Egerben megrendezett utánpótlás magyar kupán 3 éremmel, 4 versenyzőből 3 érmet hoztunk. Mindjárt a picibe kezdeném, a nyári Dávid 37 kilóba bajnok lett, hárman voltak a súlyba, és a döntőbe került volna sorra egy sráccal, akivel előző meccsén boxolt egy hónapja, Dávid nagyon megverte, és így hogy a srác nem mert kiállni ellene, hogy újra, és akkor így lett bajnok, ő bajnok lett. A második, a 43 kilóban a Szili Donált ezüstérmet boxolt össze, de nagyon nagy küzdelmekben. Elsőnek egy debreceni fiút vert meg nagyon nagy fölénnyel, és akkor ő már így döntőzött, kiemelték, döntőzött. Ott egy nyíregyházi fiútól kapott ki jó meccsen. Van nekünk egy Mészáros Mária Lucsánunk, aki junior kor csoportban nagyon bitangerős mezőnyben lett 57 kilóban bronzérmes a magyar kupán. Ezt a diákolimpiát most már húzzák körülbelül, tavaly nem rendezték meg, diákolimpia most már magyar kupának nevezett diákolimpia, úgy tudja a nép. Azon nem tudtunk indulni, előtte volt egy bronzérmünk, és most szerintem beértek a fiúk, úgy néz ki, lett arany, ezüst és bronz. Régi bútordarab az egyesületnél Fejil Ádám, aki közel 60 éve dolgozik a paksi ökölvívásért. Az egykor aranykorszakot is megélt paksi edző úgy látja, újabb reménységek vetettek lábat náluk. Ugye nincs olyan képességű versenyző, mint azelőtt volt egy Erős Lajos, vagy Kalocsai Zoli, vagy Janecska Zoli, vagy valami. Most fiatalok jönnek föl, hát aztán, hogy meddig tudnak ezek, azt majd a jövő dönti el. 30 éves volt, amikor elkezdtem edzősködni. Most vagyok 76. Tehát nem is lehet elmondani, olyan régóta van. De nem tudom megállni, nem kéne jönni, nem tudom megállni, hogy nem jövök ide. Mert azért a gyerekek is, a fiatal edzők is, hogy Ádibán hogy van, hogyan, tehát mindig kérdeznek valamit. Az olimpiai ezüstérmes Erős Lajos példaképként áll a fiatal paksi ökölvívók előtt. Nyári Dávidra és Szili Donátra felfigyelt a szövetség, ők meghívást kaptak a serdülő magyar válogatottba.